You must remember this. A kiss is still a kiss. A Jutkát baleset érte, és akkor kellett beugranom a szerepébe. Emlékszem, hogy arra gondoltam, hogy most nyilván meg fogok halni. Aztán beléptünk, és elkezdtünk játszani. Ott volt az Andris, a biztonság, a magától értetődőség, és egy olyan színdarab, egy olyan út, egy olyan játszani való út, ami minden alkalommal lenyűgözés, és igen, ezért van a bizsergés, mert egy klasszikus színdarab katarzissal, szerelemmel, humorral, jókedvel, rosszkedvel, olyan sok mindent lehet benne, olyan sok mindenről lehet benne beszélni, hogy az egyik kedvencem. Nagyon jól csinálod. Most csókold meg. Kérlek! Szépen felépítetted. De nincs hozzám még bátor. Mondd még egyszer, hogy milyen gyönyörű. Még egyszer. Én változtam. Az én korom, az változik. És úgy látszik, ez nem zavarja szerencsére még a nézőket, mert akkor majd, mikor szólnak, hogy bácsi, ne tessék már tovább játszani ezt a 28 éves fiatalembert, akkor majd abba hagyjuk, de még nem szóltak, ezért még játszunk. Jaj, hülyeség, erről beszélni tudom, de depressziós vagyok. Amúgy nem vagyok depressziós, alkat, nem, miért is lennék. Szép, boldog gyerekkorom volt, Brooklynban nőttem fel a koreai háború alatt. Arról van szó, hogy az Andris állandóan valahogy kicsit átmodulálva ezt a dolgot, egy élő színházi estét csinál itt estéről estére. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy igazi különlegesség. Ez a 100 méteres síkfutásképpen. Ezt most nem mondod komolyan, csak nem akarod vele elhitetni, hogy atléta vagy. Én húzzon átfizettem. Jó játszani, nagyon szeretjük játszani, nagyon szeretünk együtt lenni. És ezt mindig az előadás végén mindig meg is szoktuk beszélni, hogy úristen, milyen jó, hogy ez még mindig van, és hogy én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy játszhatom a szerepet.